Cseregi érsek úrtól hallottam róla először, nem is igazán értettem, hogy miért ilyen későn merült fel az ő boldog avatásának az ügye. Tehát a vértanúságnak az emléke vagy a híre az fennmaradt. De tudjuk jól, hogy akkor a 1945-ös év folyamán mennyi kegyetlenség, mennyi ártatlan embernek a halála szegélyezte ennek az országnak a történetét. Tehát biztos, hogy ezek közül, az események közül Bódi Magdalénának a története kimagaslik. Abban az értelemben, hogy ő valóban Istennek ajánlotta az életét. Tehát nem csak az ártatlan halálnak a napja jellemző az ő egyéniségére, hanem az élete, amely előkészítette azt, hogy az ő halála tanúságtétel volt. Tehát áldozatai nagyon sokan vannak azoknak az időknek, de közülük néhányan arra is méltók, hogy szentként tekintsünk rájuk, hogy példaképet lássunk bennük. Azt hiszem, hogy Bódi Magdolnának az életében a szociális szeretet kiemelkedő volt. Tehát tudjuk azt, hogy ő a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségében nagyon aktív volt, olyannyira, hogy csoportvezető is lett, tehát másokat is tanított, másoknak a munkáját is szervezte. Most ennek a szövetségnek az országos elnöke ugyanabban az időben Boldog Salkaházy Sára volt. Nem véletlen dolog ez, mert éppen a segítő szeretetnek a munkájában, ha komolyan veszi az ember, megtapasztalja azt, hogy a mi emberi erőink kevesek. Nem csak azért, mert annyi a szegénység és a nyomorúság, hogy anyagilag se győzzük, hogy minden ilyen problémát megoldjunk, hanem azért, mert nem csak testi szükség van, hanem az irgalmasság lelki cselekedeteire is szükség van, vigasztalni a szomorúakat, tanácsot adni annak, aki nem tud eligazodni, és így tovább. Na most ez pedig egy mérhetetlen tenger, és aki egyszer komolyan segíteni akar, az rádöbben arra, hogy képtelen az összes problémákat megoldani. És akkor fölmerül a lelkünkben a vágy, hogy ha nem is tudunk eleget adni, legalább mindent odaadjunk. Tehát a saját életünket, a saját energiánkat teljesen Isten iránti szeretetből szenteljük ennek az ügynek. És ebből adódtak aztán azok a fajta imádságos önfelajánlások, amire Bódi Magdolna idejében több példa volt. Tehát ahogy Salkaházy Sárának fennmaradt az önfelajánlása. Úgy tudunk Bódi Magdolna önfelajánlásáról is, és úgy tűnik, hogy ezt a teljes felajánlást, ha komolyan veszi valaki, Isten elfogadja. És olyan választ ad rá, ami első pillanatra nagyon keménynek és szomorúnak látszik, de az idő távlatában kiderül, hogy egy ragyogó tanúságtételnek az útja volt. Hát azt hiszem, hogy ebből a szempontból Bódi Magdolnának az alakja nagyon fontos mindannyiunk számára.